Megkezdenénk az Egyesület a Magyar Szinkronért éves közönség találkozóját, és mindenek előtt engedjék meg, hogy bemutassam mai vendégeinket. Szalai Csongor színészt, Csernák János színészt, Tabákat a szinkronrendezőt, Hágen Péter dramaturgot és produkciós vezetőt. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. És a hagyományos körkérdések megkezdése előtt tekintettel a 10 éves évfordulóra egy rendhagyó kérdéssel szeretnénk indítani idén a beszélgetést. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyiben, mikor találkoztak először az adatbázissal, találkoztak egyáltalán ezelőtt az adatbázissal, és milyen a viszony? Baráti, ellenséges, hasznosnak találják, vagy sem? Nagyjából ez lenne az első körkérdés, és akkor szerintem kezdjük onnan Szalai Csongorral. Nem tudom, hogy van-e bárki, aki nem találja hasznosnak ezt az adatbázist. Tényleg eléggé hiánypótló. Én nem is emlékszem pontosan, de jó sok évvel ezelőtt futottam be. Valami filmet kerestem, amiben én dolgoztam, és talán a nevem meg egy-két információ bevetésével a Google-ben ráakadtam az ISDN-re, és azóta rendszeres látogatója vagyok. Nem, hogy ez hülye fog hangozni, nem szerettem magamat visszahallgatni filmekben, viszont fontosnak tartom, hogy az ember, hogy mondjam, értékelje a saját munkáját, és időnként visszakeresek egy-egy olyan filmet, hogy emlékszem, hogy 2-3 hónapja csináltam ebben és ebben a stúdióban egy filmet, ami sakkozókról szólt, mi lehetett az, és felmegyek a kis adatokon, és akkor megnézem, belenézek, és értékelem a saját munkáját. Nekem ez nagyon fontos. És bejöd a kedvenceket. Igen, Szalai Csongor, felismerem a hangját. Ideig nem merészkedem, de szerintem nagyon fontos. Rendben, megköszönjük szépen. Csernák János. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én is olyan hasznosnak tartom egyfelől. Másfelől pedig azt hiszem, hogy nem lenne értem letagadni, hogy mindenki saját magával kapcsolatban kerül, először kapcsolatban keresse rá erre a történetre. Velem is így történt. És nagy megnyugvással tapasztaltam, hogy nyesegetve vagyok, mint a jó növény, és szárba szökkentem. És kollégákat is rendszeresen látogatok rajta, úgyhogy nagyon hasznosnak tartom. Többé-kevésbé, illetve többé nagyon hasznos, nagyon pontos sok tekintetben. Ezt elmondtam kint a folyosói beszélgetésnél is, hogy vannak benne pici történetek, de gyakorlatilag nem tudnék olyat mondani, aki ezt teljes, kristálytiszta tűpontossággal tudná követni, hogy mi történik a mi szakmánkban, úgyhogy csak gratulálni tudok. Rendben, köszönjük szépen. Hát én még sose használtam ezt a viccelek. Nem, én sportot üzök abból, hogy amikor kiosztok egy filmet, nem nézem meg soha az ISDB-t, és kiosztom, és akkor utána összehasonlítom, hogy amit én kiosztottam, ahhoz képest kik szoktak lenni. És átlagban milyen a végeredményen? Az a legviccesebb, hogy azt találom meg, hogy már osztottam ezt az embert kétszer, és ne kétszer másra. És akkor úristen, lett én ezt megcsináltam. Azért szoktam egyébként utána megnézni, mert van olyan sokszor, hogy azért valakinek már kialakult egy állandó hangja, amit szeretnek a nézők, mit tudom, én már 10-20-szor volt, és akkor azért szeretem, hogyha tényleg olyan színész, akit én alkalmasnak tartok, akkor van olyan, hogy meggondolom, tehát akkor elgondolkozom rajta, hogy akkor inkább arra beszélek, bocsánat, tehát hogy akkor inkább ő legyen. De van olyan, amikor mondjuk olyat találok, hogy én másra osztanám, megnézem, és akkor látom, hogy mondjuk hárman voltak már, az egyik az, akit én osztom, és akkor annál maradok, mert úgy érzem, hogy ő a legalkalmasabb abban a filmben. Tehát ilyen kicsit ilyen játéknak is használom azt így az ISDB-t, de egyébként szerintem is nagyon-nagyon hasznos a munkánkban, tehát nagyon segíti a munkánkat nagyon sok mindenben, nem csak szereposztásban egyébként, hanem tényleg azért azt, hogy mi mondjuk egy héten megcsinálunk, van olyan, hogy két filmet, három filmet, még mozifilmeknél ez hosszabb, mert egy mozit azért 5-7 napig van, amit 2 hétig csinálunk, attól függ. De azért az, mondjuk amikor az ember már 20 éve csinálja ezt, nem tud minden filmre, tehát képtelenség minden filmre emlékezni. Tehát nagyon sok minden törlődik.
És nyilván a nagy filmek, meg az emlékezetes munkák azok megmaradnak az emberben, de azért, hát lássuk be, vannak olyan filmek, amik szerencsére hamar törlődnek. És akkor ilyenkor nagyon hasznos, hogy van egy ilyen adatbázis, ahol lehet fordulni, hogy úristen, tényleg ez, ennek volt az első része 6 évvel ezelőtt, stb. Tehát nagyon sok mindenre jó. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Vagy az én nevemben is. Árnyom Péter. Azt nem tudom, hogy mikor használtam először, de az biztos, hogy, hogy nekünk is nagyon hasznos úgy a ilyen gyártási szempontból, mert főleg olyankor nagyon hasznos, amikor úgy kerül hozzánk egy folytatás, hogy ezt például nem mi csináltuk. Uh-huh. És akkor egyrészt, hogy ne csak a színészekről legyen szó, mondjuk az, az is ott van, hogy ki fordította, és akkor ha lehet, akkor ugyanazt kérjük felfordítani, ki az előző részt fordította, uh-huh. Most ezt egy ilyen adatbázis nélkül egyáltalán nem biztos, hogy ki tudnánk deríteni, mert sokszor nincs bemondva a vége főcímbe a stáb, és csak... Vagy elnézve. Elnézve, szóval igen. Úgyhogy nagyon nagy használt veszik ilyen szempontból, meg az, hogy, hogy kik voltak a hangok egyik korábbi részben. Tehát konkrétan, ahol azért tényleg illik tartani ugyanazt a hangot, jó esetben. Köszönöm szépen. Még két kérdés lenne az ISDV-vel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a, ebben a szakmában én nem tudom, hogy szükség van-e ilyesmire, de használható vagy felhasználható az adatbázis portfólióként. Sok más szakmában, hogyha az ember pályázni akar valamire, vagy egyszerűen egy önéletrajzot kell összeállítani, akkor a korábbi munkákról egy portfólió nem áll. Most valószínűleg én majd kívülről úgy látszik, hogy ez a magyar szinkron szakma van olyan belterjes, hogy erre ne legyen szükség. Egyrészt tehát, hogy ilyesmire van-e szükség, lehet-e így használni? A másik kérdés pedig az, hogy Csernák János megpendítette már, tudnának-e vendégeink mondani esetleg kritikát, ami nem jó, amit máshogy kéne csinálni, amiből tanulhatunk, ami, amilyen irányba továbbfejleszthető volna az oldal. Tehát ez a két kérdés, ugyanebben a sorrendben próbálnánk válaszolni rá. Én nemrég végigpörgettem egy pár filmet direkt olyan szempontból, hogy stimmelnek-e az adatok. Ez ilyen szakszervezeti ügy, de ezt végigjátszottuk, és az az igazság, hogy nagyon kevés hibát találni valóban. Tehát, hogy általában ez pontos, és tudom, hogy nagyon kevés stúdió az, aki ebben segít. Tehát a Mafilm Audion kívül az aktívék, azok azt hiszem, igen, hogy rendszeresen annak is talán az SDI-tól kerülnek ki bizonyos információk. Ugye? Hogy, hogyha jól tudom, akkor ennek egy nagyon nagy része azért ez egy... Mi gyűjtjük, igen. Lelkesedésből születik, és így nagyon nehéz kemény kritikával illetni bármit. Köszönjük szépen. Én nagyon sok mindenre nem emlékszem. Tehát egészen egyszerűen van a fehér foltok, azt mondják, itt a folyosón is beszélgettünk, ugye, hogy felmerült egy filmmel kapcsolatban a nevem, és én megmondom őszintén, hogy tökéletesen, színész vagy töröl. Tehát végig az utolsó előadásnak az a színdarab, az mehet. Én legalábbis nálam van, aki sokáig emlékszik, minden szerepére tud is bele idézni. Én ezen nem így vagyok, emlékszem, és ezen szép tőlem, hogy emlékszem rá a saját dolgaimra. És ebben nagy segítség, mert vissza tudok keresni, és tényleg tetten érhető a jó szándék. Tehát az, hogy tényleg jó szándékkal a teljesség igényét megcélozva történnek említések a színészekkel kapcsolatban. A kritikát azt hiszem, hogy itt be is fejeztem, én nem, egyrészt nem célom, hogy bármiféle építő kritikát, de azt sem tudok mondani így. Különösebben. Tehát úgy jó, ahogy van, nekem tetszik, és csak így tovább. Köszönjük szépen! Nekünk néha, amikor valami olyan filmben dolgozunk, ami egy ilyen nagy szuperprodukció, akkor a külföldi forgalmazótól szoktak kérni rólunk is önéletrajzot. Tehát általában ugye vannak olyan filmek, olyan mozifilmek, amelyek úgynevezett voice tesztesek, azaz hangmintások. Tehát amit nem választhatunk úgy ki, hogy rögtön mi megmondjuk, hogy ki lesz ez a szereplő, az a szereplő, hanem ki kell hívni szerepenként általában 3-3 színészt, és akkor ki kell küldeni egy bizonyos kis mintát a filmből, és az alapján a külföldi forgalmazónak a kreatív embere eldönti, hogy melyik magyar színész kapja ezt a háromból. És akkor ahhoz kell nekünk, mint rendezőnek kell írni hozzá megjegyzéseket, felállítok egy sorrendet, hogy 1, 2, 3, és megindoknom, odaírom általában angolul, hogy miért gondolom ezt, és hogy miben hasonlít az eredetihez, miben különbözik tőle, miért lesz jó, stb. És ilyenkor általában ki kell küldenie a stúdiónak, hát nálam ugye a Mafilm Audio, ez a stúdió, önéletrajzot a
vagy életrajzot, bocsánat, életrajzot az aktuális színészekről is, akiknek kiküldtük hangját, illetve rólam is szoktak kérni adatokat. És akkor ehhez nagyon-nagyon jó az ISDB, mert ha nekem kéne összeállítom, hogy úristen, milyen filmeket csinálom, akkor nem biztos, hogy rögtön eszembe jutnak. Mert eszembe jutnának, de nyilván a mostaniak, amiket az utóbbi években csináltam. És akkor erre nagyon jó, hogy visszakeresem azokat a fontosabb filmeket, amik tényleg meghatározóak voltak, és akkor ezt így ki lehet küldeni. Portfólió szempontból a hangminta részét tudnám, mert van, amikor, ahogy a Kata mondta, van, amikor kell hangmintás, tehát hangmint vagy voice testet csinálni a egy-egy szerepet, de van, amikor csak annyit kérnek, hogy elég egy név, csak kérik hozzá, hogy valami hangot küldjük, uh-huh. hogy meg tudják hallgatni, és mi a Mafilmnél próbálunk minden színésszel felvenni egy adott szöveget hangmintaként, hogy ezt egy ki lehessen küldeni, de hát egy csomó színésszel még ez nincs fölvéve, és ilyenkor nagyon hasznos tudani, egyszerűen belinkelem a... Komolyan? Igen. Uh-huh. Mert hogy ott meg tudja hallgatni akár külföldi, akár magyar megrendelő. Uh-huh. Köszönjük, és kritikai észrevétel esetleg? Nem nagyon nincs. Tudnék. Jó, nincs, hogy mindezt ingyen csináljátok így elég. Rendben, köszönöm szépen akkor a válaszokat, és most rákanyarodnánk a beszélgetés hagyományos menetére. Az első kérdés mindig az szokott lenni, hogy hogyan, ki és hogyan került kapcsolatba a szinkronnal. Először esetleg emlékszik az első nagyobb szerepre, első nagyobb filmre, első nagyobb fordításra az illető, és akkor ugyanúgy más sorrendben válaszolnánk. Ilyen más sorrendben? Igen. Én nekem abszolút a szerencse. Szerencse folytán kerültem bele, egész pontosan úgy, hogy a hátsó szomszédunk Tomas a Vizorka volt. Vajon, hogy nem volt nehéz. Ő kapta, amikor én bekerültem ebbe az egészbe, akkor ő megkapta az Ohizsarú című filmet, aminek az volt a nehézség, hogy van benne 25 gyerek, és mindig mond legalább egy-két mondatot. És itt nem volt 25 óvodáskorú a szakmában, és mindig látott minket a tesómmal játszani ott az udvaron, köszöntünk egymást, csókra, és egyszer mondta, hogy szóljunk anyukájnak, hogy szeretne beszélni vele. Anyukájnak is előadta, hogy itt van nem tudom hány utcányira egy szinkron stúdió, és hogy neki szüksége van óvodáskorú gyerekekre, és így legalább hadd próbáljon ki minket. És arra emlékszem, hogy eszméletlen mennyiségű gyereket tereltek be egy stúdióba. Annak idején, tehát a Pannonia stúdióra tudni kell azt, hogy hatalmas műtermek voltak, tehát hogy gond nélkül elférben 30 gyerek, úgyhogy nem voltam egy morg. És akkor mindenkivel mondogattak mondatokat, és kezdték összelegózni, hogy melyik karakterre melyik gyerek alkalmas. És talán a két nővérem volt még velem, ők azt hiszem, hogy nem nagyon kaptak benne, maximum egy-két tömegjelenetben egy-egy mondatot. Én mondhattam azt a később talán ikonikussá vált mondatot, hogy a fiúknak fütyük van, a lányoknak meg pumcik. Sors a tenyeré hordozott. Volt még egy mondat, ami az apukám nőgyógyász munkájáról szólt valahogy, de hát ezek egy jellegzetes dolgok, tehát ezt annyira nem volt nehéz elfelejteni. És igazából onnantól kezdve meg adta magát a dolog, mert folyamatosan szükség van gyerekekre. Uh-huh. Én viszonylag hamar, 4 éves korom környékén elkezdtem már olvasni, tehát nem kellett minden egyes mondatot különbe tanítani, hanem odaadták, átolvasgattam, akkor talán könnyebben lehetett velem dolgozni, mint hogyha folyamatosan tanítani kellett volna, de hát hogy a székre álltam, meg bögték a vállamat, hogy mikor kezdjem el, tehát hogy nem volt ez annyira egyszerű, de szépen lassan beletanultam aztán ott rakni. És ezeket tényleg emlékszel te, vagy csak ilyen anekdotikus elbeszélések alapján? Egy-kettő dologra. Egyébként nagyon furcsa van az embernek, szerintem az adja néha hozzátársít képeket bizonyos családban folyton elhangzó történetekhez. De a jelentősen munkákra igen, mert Denis Okomis nyilván nem lehet elfelejteni meg. A Béba kismalac, igen, tehát hogy... Hogy emlékszem, hogy a Csörögő Pistától kaptam egyszer egy matchboxot, mert nagyon jól csináltam valamit. És hogy nekem az hatalmas dolog, hogy Rolls Royce matchbox volt, én ezt utána vittem a suliba, már iskolás voltam. Hogy ezt kaptam, tehát hogy nekem az sokat többet jelentett, mint hogy én abban a filmben vagyok, és esetleg még pénzt is adnak értem. És mikor döntöttél úgy, hogy szakállasan is gyerek maradsz? Ezt a géneket tudom okolni. Soha nem utáltam igazán. Úgyhogy így. Én így ragadtam ott. Csernák Jánosnál ez hogy történt? Kicsit később vagy idősebb korban gondolom. Ők persze feltétlenül a szívüket.
színművészeti második évében, vagy harmadik évének az elején hívtak ki bennünket a színművészetire, tehát a szinkronba, Pannoniába. Nem egy ikonikus hely volt, szóval az, aki első szinkronra nem úgy ment föl, remegett a lábhoz, az pedig egyébként szóval nagy ágyuk voltak a színészek között is, hogy Képesi József, Képesi József bácsi, nem tudom, hogy ne tett itt, egy csodálatos ember volt. Földesi Margit, akivel az Izaurát csináltuk, aztán később, illetőleg a Rabszolgasorsot. És akkor kiírtak, és akkor ott maradtam, kire hány rendező voksolt, nem tudom, hogy mehetett ez a belső területen ez a dolog, de aztán egyre többet kezdtek hívni. Az első szerepem, ez is a kérdések között szerepelt, hogy mi volt, egy Mosfilmes filmben két katona, egy harmadikat felkap egy hordágyon, és azt kell mondanom, hogy ennyi volt, és megy a pénztárhoz. És jól fizetett? Akkor igen, szóval ez úgy hát igen, aztán lemaradt ez a mostani évben ez a történet, de akkor még, hogyha naponta 200-300 ember kiment és dolgozott és hívták, és olyan szerencséje volt, hogy olyan tehetséges volt, akkor ez elég jó pénzt tudott lenni. Persze közel nem lehet a Zente feliékhez mérni, mondjuk, akik Tolnai Kláriék, akik forgattak 10 000 pengőért egy filmet, hogy és havi 200 pengő fixe az ember könnyen viccel. Ahogy óta mondtam. És aztán ott ragadtunk, Képesi Józsi bácsi mondta nekem, hogy gyere, dohányos volt, és cukrot evett, még a Szatmári István még színházból volt ilyen. Összeállt a bukát, és hogy parancsolsz, mondta és adott cukrot mindenkinek, tehát nem volt ki, nem volt kivétel, és mindenkit egyenlő partnerként kezelt. És szerintem a legcsodálatosabb hangú színész volt, még az összes többi nagyszerű kollégát, Stankai Pistát is, stb. Verte hangba. Emberségben is nagyszerű volt. És aztán Mezei Éva, akivel a Pince Színházban dolgoztam, nem a hátsóvalba jöttem. És... Ma úgy jó a viszony egyébként? Riválisok vagyunk Albán, és ugye... De azért gondolom látszik, hogy nem borosságban szereted. Mezei Éva volt Kelet István, a híres Pince Színháznak a két ikonikus vezetője, és ő hívott el a Lindbergh Baby Elrablás című amerikai filmben volt az első főszerepem. Aztán Marco Polo Rabszolgasorsban egy fiatalember állandó szereppel, és ez így tovább. Az első nagyobb szerep az melyik évhez vagy évtizedhez köthető körülbelül? Hát azt hiszem, hogy a főiskola végezte előtt volt a Ragtime című amerikai filmben, a Cole House Walker volt a főszereplő és egy Forte modell. Uh-huh. Ennek voltam én a hangja, illetve neki voltam a hangja. Uh-huh. Ez szinkronnal, azért nem tudom pontos, hogy 95-ben vagy 96-ban kerültem kapcsolatba. A bölcsész karra jártam, és akkor a férjem talált egy hirdetést, hogy van a Demjén Imre, igen, azt hiszem, neki ezt szinkron ilyen színészt képző, illetve nem csak szinkron színészt képző volt, hanem hogy kicsit a gyártásnak a világába is, a gyártás világába is meg lehet ismerkedni, kicsit az asszisztenskedéssel, stb. És akkor ezt ilyen érdekesnek találtuk, és akkor oda jártam, ez egy éves tanfolyam volt. Egyébként akikkel együtt jártam, azok közül aztán majd 16-an voltunk talán, és aztán majd 10-an a szakmában is maradtak. Tehát az volt egyébként egy olyan évfolyam ennek a Demjén iskolának, ahol tényleg, akik tényleg el tudtak helyezkedni, hárman közülük ma is gyártásvezetők vannak, akik kisebb szerepeket, tehát szinkron színészként dolgoznak, tehát egy elég sikeres évfolyam volt. És akkor az ott kiderült abban az évben, hogy a színész az nem leszek, de legalább egy kicsit közel kerültem a szakmához. És akkor a férjem, aki néha így hobbiból szokott fordítgatni mozifilmeket, meg DVD-filmeket, ő kapott megbízást az Echo, nem tudom, az Echo stúdióban, már szerintem nincs, de az Echo stúdióban fordított, és akkor egyszer levitt magával, amikor itt van egy fordítás, és akkor ott tudták, hogy én végeztem ezt a sulit, meg tudták, hogy Amerikában is éltünk, tudok angolul, meg tudták, hogy bölcsészkarra járok magyar szakra, szóval, hogy megismerkedtünk, és akkor egyszer, mikor volt egy olyan
időszakok, hogy építettek még egy stúdiót, és akkor kérdezték, hogy nem érdekelne engem az asszisztensi dolog, hogy megismerkedni ezzel az egésszel, és mondtam, hogy de érdekelne. És akkor ott ismerkedtem meg a Nikodém Zsimmonddal, aki most egyébként a Mafilm Audióban kollégám. Érdekes módon aztán én hívtam oda, vagy hogy az én főnök, amikor kérdezett, hogy kit hívnánk oda a rendezőnek, akkor én a Zsigát mondtam. És akkor tőle tanultam végül is meg egy csomó mindent a szakmáról. Ő tanított meg az úgynevezett szétszedésre, ugye amikor ilyen kis egységekre bontjuk, tekercsekre bontjuk a filmeket, ahogy forgatjuk, hát nagyon sok mindenre. Sokat ültem mellette, sokat szívtam a cigarettáját. Passzív dohányos voltam egy évig körülbelül. És utána már kaptam kisebb munkákat, aztán onnan eljöttem. És akkor egy évig nem voltam sehol, hanem én is elkezdtem fordítani. Fordítottam valami borzasztó sorozatot, az volt aztán a cím, hogy Vízi patkányok. Akkor még volt ilyen, hogy Pannonia stúdió, és a Kosztola Tibornak fordítottam egy sorozatot Vízi patkányok címmel. És akkor utána akkor még szinkron színészkedtem, Tomás Evi Zorka egyik brazil szappan operájában, valamelyik lányom voltam, ez lehet, hogy szerepel az ilyen, nem néztem meg. Arra jó volt egyébként ez a szinkronsuli, megmondom őszintén, hogy mikor például hangalámondást csinálok, ilyen Discovery-ket, meg ilyesmit, és mondjuk kimarad egy mondat, egy ilyen, hogy hozza boltba egy liter tejet, és mondjuk ez vetlő kimarad, akkor befutok és fölmondom, tehát ilyenekre alkalmas, de mondjuk szerepeket nem szoktam magamnak osztani. Tehát akkor Zsigának voltam az asszisztens, és akkor utána a Mafilm Audióban pedig 98-ban kezdtem el dolgozni. Moziasszisztenst kerestek, és akkor körbe kérdezett az akkori főnök, a Háber Ferenc, hogy a színészek körében egyébként, hogy van-e olyan, akivel dolgoztak, és akivel szerettek dolgozni, és akkor színészek is, meg nem tudom, mindegy, valahogy így oda kerültem. És akkor először asszisztáltam, a Csörögi Istvánnak voltam az asszisztense két éven keresztül, illetve asszisztáltam még a Kis Beának a Mafilm Audióban. Nagyon tanulságos volt ez az időszak egyébként. Nem emlékszem az első filmre, amit asszisztáltam, de az első között volt az Egyiptom hercege. Akkor ilyen nagyon nagy rajzfilmeket csináltunk, a Pocahontas 2, az Oroszlán királynak valamelyik része, már nem tudom pontosan, nem az első, az biztos. Úgyhogy ezek a munkák maradtak meg, és akkor utána felkerültem rendezni, aztán két év után, de akkor még csak ilyen kisebb munkákat bíztak rám, hogy akkor az RTL Klubnak csináltunk nagyon sok ilyen RTL Klubos remek tévéfilmet. Azokat csináltam, akkor még a DVD, az dübörgött, úgyhogy DVD-ket, és akkor is szépen lassan. Azt hiszem, hogy emlékszem, hogy 2004-ben, amikor Kosztola Tibor elment nyaralni, akkor vetlenül úgy maradtunk, hogy nem lett mozirendező, és akkor kaptam azt első mozifilmet, a Bad Boys 2-t, erre emlékszem. Ez megmaradt, ez az első mozifilm, amit csináltam, és akkor azóta, tehát végülis 98 óta vagyok a Mafilm Audiónál. Én úgy kerültem kapcsolatba a szinkronnal, hogy én angol nyelvtanár szakon végeztem, és utána, bár sosem akartam tanítani, de elmentem egy általános iskolába, majd mielőtt a próbaidőm lejárt volna, el is menekültem onnan. Ez nem nekem való. És akkor egy ismerősön keresztül bekerültem azóta a Maximum Kozma Film nevű céghez, a Kozma Attilához. És ott elkezdtem fordítani, először csak ilyen DVD extrák feliratait, meg úgynevezett EPK-kat, amik ilyen, ilyen reklámanyagszerűségek a filmekhez, amiben interjú is van, meg filmjelenet, meg ilyen forgatási jelenet, szóval ilyesmiket. És aztán szép lassan mindenfélét csináltam. Többek között szépen megtanultam, hogy kell szinkront írni, és akkor elkezdtem szinkronokat is fordítani, meg volt, hogy beültem rendezni is ilyen EPK szintű dolgokat. És akkor ott dolgoztam, nem is tudom, 5 évig dolgoztam ott, majd átkerültem egy DVD forgalmazóhoz, ahol másfél évig dolgoztam, és onnan kerültem át a Mafilm Audióhoz, ahol most dolgozom.
azt, hogy mi volt az első fordításom, arra nem emlékszem. De arra emlékszem, hogy mi volt az első szinkron szerepem, és egyben utolsó. Kíváncsi a hallgatjuk. Az a Katához fűződik, igen. Az a világ legrosszabb filmjeként, filmjének nevezett 9-es terror a világból filmben volt, amit a... akkor a... Ez tényleg a legrosszabb film. Miért tök szinkron készült, amit akkor a DVD forgalmazó munkatársaival csináltunk meg. Tehát egy színész sincs benne. Amivel, és az a vicces, hogy ugye azzal jött ki, azzal adták ki DVD-n is, és aztán azóta tévében is azzal. Már 8-9 előadták. Nagyon sokszor, igen. Nagyon szép kritikákat kaptunk a Facebookon, mert minden volt. Ez mindig feláborod, ez a különfilm, mert senki nem érti, hogy... Igen, ez kiveri a biztosítékot. Igen. Még valamit akartam, elfelejtettem közben, hogy, hogy mikor a nagyobbik lányommal voltam otthon, még gyesen, akkor én is fordítottam. És egyébként azért jó szerintem így minden részét kipróbálni ennek a dolognak, ez nagyon fontos a mi munkákban. Van azt, hogy ugye én végülis, amikor megkapom a szöveget, akkor ráolvasom a szöveget először ugye az angol nyelvű, német nyelvű, teljesen minden milyen nyelvű filmre. És hogyha azért az ember egy kicsit otthon van a fordításban, vagy tudja, hogy ez hogy működik ez a fordítás, akkor sokkal könnyebb ugye szájra írni esetleg egy szöveget, hogyha azt nem tette meg kellően a dramaturg, sokkal könnyebb felismerni a félrefordításokat, a stilisztikai hibákat, stb. Tehát ez nagyon nagyban segítette a munkámat, és arra határozottan emlékszem, hogy a Haber Ferenc volt akkor ugye a főnök, amikor én gyesen voltam, és akkor kapott a Mafém Audio ilyen soft pornó sorozatot, ami az RTL Klubnak csináltuk, ez a vörös cipellő, nem tudom, hogy valakinek ismerőse, vagy letagadjátok, hogy nem. De ilyen, annyira volt pornó, hogy egy kis melleket lehetett látni elhomályosítva, tehát eddig ment, és akkor mindig volt egy kis előjáték, hogy a matrózok találkoztak a kocsmában, meg nem tudom, és akkor nagyon keveset beszéltek, mert ezt mindig nekem adta a Feri, hogy de nagyon helyes, és a Lakos Évi rendezte egyébként, hogyha a Lakos Évának írtam ezt a... Ez is ott a szemben, a pornósorozat. Hát köszönjük szépen, és hát a következő kérdés az van, hogy esetleg a kedvenc munkáról, hogyha valamilyen emlék, vagy a kedvenc munkákról különösen emlékezetesen. Még azt hiszem, a Pannoniában kezdtük el, a Simpson családban én csináltam Milhouse karakterét, aki egy nagyon, szerintem egy nagyon vicces figurát. Tehát ő van, hogy egy részben összesen egy-két mondata van, viszont azok olyanok, hogy bírom elmondani elsőre, mert nagyon szeretem meg, amit nagyon szeretek és cserébe kevesen szeretnek, az a Tini Titánok című rajzfilm sorozat, amit fordítottam is egy darabig, meg tulajdonképpen az összes benne elhangzó dalt azt én írom, tehát én nagyon kis saját gyermekemnek tekintem már, és az egyik főszereplője vagyok, és ott kiverülem a gyerek, abszolút. Ez most is történik, egy pár hónapja fejeztük be, szerintem az utolsó szinkront és egy pár hete az utolsó dal. Uh-huh. És ezeket a gyerekkori nagyobb szerepeket, tehát a Denis Okomis, meg Télapu, meg ilyesmi, ezeket amúgy szeretted, vagy ez vagy ezzel sztár voltál a suliban? Ezt nem mondanám egyébként, tehát valami miatt nem volt semmi különös visszhangja az iskolában. Amikor másik suliba kerültem, akkor a tanárok kapásból úgy kezdték, hogy én biztos egy ilyen kis beképzelt kölyök vagyok, és azonnal megpróbáltak rendre utasítani, pedig szerintem aki ismert engem kiskoromban, sok minden voltam, csak szemtelen meg nagy pofájú, nem? Most a rezet megváltozott, de hogy... Akkor nem voltam, és emlékszem, hogy az új suliba azt nagyon erősen kaptam a tanároktól, hogy te túl sokat mozogsz felnőttek között, nem tudom, ezt nem mindenki megbékélt vele. De nyilván nagyon szerettem csinálni, mert főleg ezeknél a filmeknél, meg abban az időben egyszerűen annyi idő volt rá, és olyan kényelmesen ment a munka, és mindenki halálbarátságos volt velem. Tehát, hogy én nagyon, nagyon sok jót kaptam a rendezőktől, hangmérnököktől, meg idősebb kollégáktól folyamatosan. Úgyhogy nagyon szerencsés vagyok. Köszönjük. Én szintén esetleg kedvenc, vagy nagyon valamiért emlékezetes szerep. Sok volt ilyen. Mindig volt, minden évben volt egy kedvenc filmem. Azt mondom, hogy Vörös Pimpernál. Emlékszik-e valaki rá? Egy nagyszerű film volt, amiben 7 szerepet játszottam. Egy színész játszott 7 szerepet, és én követtem hanggal.
ezt nagyon szerettem a főiskola után, a MTV-be csináltuk, talán maguknál Jóska volt a szinkronrendező, nem tudom. Hát ugye, még azért egy kereszt kérdés, akit Bulldozernek hívtak. Igen. Bud Spencer-es filmet szerettem még. Volt egy horrorba hajló Arachnofóbia című film. Oh, yeah, yeah. Ami hogyha ha csak azért az egyért kaptam a pénzt, ahányszor kikölcsönözték az elmúlt 4 évben. Akkor most komolyra fordítva a szót, Cefirelli, názáreti Jézus. Star Wars, Indiana Jones. Csomó olyan filmem van, amit nagyon szerettem. Elrabolvákat is szerettem. Éppen a folyosón beszélgettünk, az Elrabolvák után csinálta a Liam Neeson egy filmet a Észrevői Hajszta címmel. Nem tudom, hogy látta-e valaki. Érdekes, hogy ezt kevesen látták. Pedig az Ed Harris volt a negatív figura benne, egymás fiai gyilkolázták benne. És attól, hogy az Ed Harris egy... Hát, nem szabad ilyet mondani, és senki se hallja meg, hogy szerintem jobb színész, mint a Liam Neeson, de nincs értem különsérteni egyébként, de élből, szóval a Beethoven-nél szerettem meg nagyon. És ettől, hogy ők egymásnak feszültek, ettől a Neeson is jobb lett. És egy egész jó kis film kerekedett ki belőle, ajánlom mindenkinek. 90-es évek elején dolgoztam, nem elején, rosszul mondom, 90-es évek végén dolgoztam az Istvánfi utcai stúdióban és a laborfilmnél is néha szimultánom a film audióban és a laborfilmnél, és ott volt egy nagyon aranyos sorozat, aminek az volt a címe, hogy a Thornberry család. Ezt nem tudom, hogy látta valamelyikőtök, vagy látotta belőle valamelyikőtök részeket. Ez azt hiszem a Nickelodeon csatornának készült. És egy ilyen végtelenül helyes, nagyon-nagyon vicces sorozat volt. És az annyira, valahogy annyira a szívemhez nőtt, és azok a színészek is, a Bogdan Hititi volt az egyik kislány, a Vadászbe a másik, a Versenyi Laci bácsi, aki most szegény nemrég halt meg. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt velük dolgozni, és ez egy ilyen maradandó emlék volt ez a sorozat. Azok a filmek maradtak meg egyébként bennem, aminek nagyon emlékszem a forgatására. Tehát nagyon emlékszem arra, hogy hogy készült, hogy hogy dolgoztunk együtt a színészekkel, hogy milyen újításokat tettünk bele, és egy ilyen film volt a 2000-es évek elején a Training Day, a kiképzés, amiben például emlékszem, hogy volt benne ez a Macy Gray nevű énekesnő, aki egy, nem tudom, hogy láttátok-e ennek a szinkronját, vagy ezt a filmet, egy drogos csajt játszott, és akkor a Bach Stéviát hívtam rá. Meg voltak benne a gangster például, szerintem akkor hívtam először a Gangsta Zolit szinkronizálni. Tehát egy csomó olyan újdonságot beletettünk. És már hívták korábban szinkronizálni? Kit a Bach Stéviát? Nem, a gangster. Nem tudom. Hát az ő édesanyját tudom. Persze. Mi is tudjuk. És nagyon-nagyon-nagyon jó volt dolgozni. Hiába volt DVD, volt elég időnk rá. Nagyon szerettem, akkor még olyan rendszerben dolgoztunk a Mafilm Audióban, most már ez megszűnt, hogy állandó stábok voltak szinte. Tehát én évekig, én 5-6 évig a Tóth Péter Ákos nevű hangmérnökkel dolgoztam, és mi egy ilyen nagyon-nagyon jó csapat voltunk. Tehát én mai napig is most például fogok elkezdeni hétfőn egy mozifilmet, és mi nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Tehát mindig amikor vele befejeztem egy filmet, akkor az olyan érzés volt, hogy fú, most valamit létrehoztunk, és utána egy olyan kis szomorúság van az emberben, mikor ennek így vége. Ez például egy ilyen film volt, amit egy a közelmúltban csináltam, és maradandó volt. Volt például egy film, amit a Hagen Péter fordított, aztán akkor dolgoztunk egyszer, vagy dolgoztunk azóta együtt, így vagy te fordítottál? Dolgoztunk, de melyik irányban leszem? Hát én most a szemfilmeztük. Az volt az első. És utána meg? Írtál meg? Las Vegas, igen, de tényleg azt is szerettem. A szemfilmeztőket írta a Péter. Az, nem tudom, láttátok a filmet, szerintem nagyon-nagyon jó kis film. Legokkolant. Az is maradandó. Már utána a Legokkolant után még aztán, hogy hónapokig ezt a dalt énekeltem folyamatosan magamban minden szituációban. Igen, a Legokkolant is.
És eszembe jutott egyébként, csak akartam szúrni, hogy legókalan neked. Úgyhogy a Péterrel ez egy közös munkánk, azt ő is nagyon szerette írni, azt hiszem, és ez nagy szívfájdalom, most elmondom, hogy a második rész sajnos nem nálunk készül. És ha már a Péter írja, nem én rendezem. Úgyhogy ez, az is egy nagyon jó kis film volt, akkor a férjem fordította most a Steve Jobs filmet, ami kijött a moziban, és vele életemben most dolgoztam másodszorra, úgyhogy ő írta a szöveget, és én rendeztem. Úgyhogy az emiatt is nagyon jó volt, meg ott a Márkus Tamás nevű hangmérnökkel dolgozhattam, akivel szintén nagyon szeretek együtt dolgozni. Úgyhogy azért, az meg azért volt nagyon jó film, mert ott tulajdonképpen azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, 6 nagyobb szerep van, és nagyon nagy teret ad arra a rendezőnek, hogy instruálja a színészt, és a színészetnek is nagyon nagy teret ad arra, hogy játszanak. Tehát ez egy kicsit tényleg olyan, nem mint a színházi rendezés, de hogy tényleg tudod vezetni a színészt, és azt érzed, hogy fú, végre rendezhetek, és nem annyival, hogy azt kell mondani a színésznek, hogy állj, lőj nagyobbat, tudod távolabbra, hanem tényleg fel kell építeni egy szerepet és vezetni a színészt. És a színészek is nagyon készültek, kiküldtük nekik előre a szöveget, tehát megnézték, tehát nagyon, ők is nagyon készültek rá, úgyhogy ez egy nagyon jó munka. Most pedig elkezdek hétfőn egy mozifilmet, amire nagyon készülök. Ez egy animációs film lesz, és az lesz a címe, hogy a kis kedvencek titkos élete. Lehet, hogy a moziban már láttátok a trélereit. Nagyon-nagyon vicces animációs film lesz, úgyhogy most pedig éppen ez a kedvenc, mert ebben foglalkozom. Nekem az egyik kedvencem ez a szemfényvesztők, részint azért, mert ez volt az első mozi szinkronom, meg valahogy, nem tudom, azt szerintem nagyon jól sikerült, igen, azt hiszem, igen. Nem igazán tudom, az az igazság, hogy amikor az ember csinál egy filmet, főleg a fordít, akkor mit tudom, legalább egy hetet vagy ilyesmi időszakot eltölt vele, és akkor arra az időszakra mindig egy kicsit a kedvence lesz, aztán mert úgy megpróbálja megtalálni benne, hogy valami jó legyen, ha nem is jó a film, mert nagyon rossz egy hetet ebben eltölteni. De ami tényleg valamiért, mert nagy kihívás volt például az Itt a vége című film, ami azt hiszem ilyen 220 oldalas lett a szövegkönyve, úgyhogy egy átlag film az ilyen mennyi, 90%. Igen. És közben ez egy két órás film, tehát nem egy három órás, vagy nem tudom milyen hosszú, csak egyszerre négyen beszélnek folyamatosan. És egy ilyet mondjuk nagyon elég nehéz megírni. És közben ha jó lesz, akkor az egy olyan sikerélmény, azt hiszem. De pont a Last Vegas mondta még a Péter, amit ő fordított, és én csináltam. És ott például az volt, nagyon jól szórakoztunk a felvételen, de ott például az maradt meg emlékezetes pillanatnak, hogy annyira emlékszem, hogy a helyi Laci volt az egyik szereplő, mert szintén sajnos nem él, és a Szacsvai val volt a párban, és minden egyiknek a dereka fájt, másiknak a nem tudom milyen, és mondták, hogy ők ülni, mert hát állva szoktuk felvenni, főleg a mozifilmeket, hogy jobban zengen a mellkas, és hogy ültessük le őket, és hát leültetve, hogy lehet bemikrofonozni, ugye, úgyhogy ezt olyan érdekesen vettük fel, hogy két mikrofonnal vettük, és ültek, és mi is emlékszem, lefényképeztük őket, aminek nem hihetetlen volt, tehát végre, amikor az egyik megtalálta a szinkront, akkor a másik, tehát ilyen egészen elképesztően zajlott a felvétel, és nagyon helyesek voltak, és hát az nem is sokkal utána, ugye, vagy a Last Vegas volt később? Igen, már emlékszem, hogy a Last Vegas-t vettük a helyi Lacival, és utána még voltan egy film, és utána halt meg nagyon hirtelen. Úgyhogy ezek például ilyen nagyon emlékezetes, vagy nagyon szép emlékek, amikor tényleg a Fülöp Zsigmonddal is, amikor az utolsó munkánkat csináltuk, és akkor utána rá egy-két héttel elment a Zsiga. Tehát ezek így örökre, legalábbis bennem nagyon megmaradnak ezek az utolsó pillanatok, amikor együtt dolgozhattunk, és hát, hogy ilyen szerencsénk volt, hogy még ismerhettük őket, és dolgozhattunk. Vár, szia, Dani! De most örülök, hogy nem tőlem késtél. Bemutatom új vendégünket, Hamos Dániát is.
Telik sok kérdésről nem maradt, úgyhogy lehet, hogy majd így közben elszórok egy irányított kérdést. Hát akkor szerintem próbáljuk a beszélgetést most egyrészt a gyerek szerepet felé fordítani, hogy mennyire más gyerekeket instruálni, mennyire nehéz, mennyire könnyű, mennyire volt más, mint egy kamasz gyermek szerepet játszott, mint egy felnőtt szerepet, illetve Csenek más esetében pedig a nagypárosokra szeretnék majd rákérdezni, mikor így sorban odaérünk, jó? Tehát előre ilyen Liam Neeson és Harrison Ford, lehet, hogy kiosztotta először, hogyan került erre sor. Akkor Hamvas Danival kezdenénk. Először is rövid összefoglalom, akkor elmúlt 8 kérdés. Röviden válaszolni, tehát, hogy... 10 másodperc. Igen, az ISD-ből esetleg hallott-e már, illetve hogy az első szerep mi volt, hogyan került kapcsolatba a szinkronnal, és még... Ezt konkrétan tudom. Ezt megjegyeztem. Rózsa utca 12. Az a film címe. A Simonyi volt a főszereplő, és nagy boci tekintettel néztem, hogy Simonyi a kettes műteremben talán, mert Zolóba is ez a dolog, támasztotta a pultot, mondták neki, fél kéne egy kis hangot, hogy jó, volt, és annyi idős, mint én, és akkor 16 éves lehetett körülbelül, vagy 11 éves lehetett, és profin ott ezért leadták hang, rájúvott egyből, megcsinálta, amit kellett, na, és akkor volt az, amikor engem először a Bárkonyi Eszter bökött, hogy akkor most mond, és akkor ez volt az első, de ez megmaradt ez a film. Valami kelet-európai blokkból származó film volt, tehát ilyen. Úgyhogy ezt konkrétan tudok válaszolni. Rendben. ISD-ből esetleg, hogy ismered-e, hallottad? Persze. Én szoktam használni, ha ránézek dolgokra. Én örülök, hogy létezik. Többet kéne használni. Kidobtakat a mongos. Kata már elmondta az ő verzióját. Ja, értem. Igen. Tehát a gyerek szerepek. Mennyire más egy gyerekként ez a szinkron, mennyit nem tudom, hogy az instruálásról vannak emlékeitek, hogy hogyan instruáltak benneteket a rendezők úgy, hogy igazából nem volt színész képzettségetek, gyermekek voltatok. Tehát ezzel kapcsolatban, hogyha különbségeket tudnátok egy picit szemléltetni, azt megköszönném. Mindig valóban. Le tudtuk olvasni. Más, tehát azért nehéz, mert mi itt most egy generációból vagyunk. És mi teljesen másképp nyilatkozunk, mert amikor mi gyerekek voltunk, az teljesen más a mai világhoz képest. Mi hát kvázi analóg világban voltunk, ők meg digitális világban vannak, lényegesen gyorsabb a technika, lényegesen gyorsabbak a feltételek. Nálunk, ameddig visszatekert a szalag, csomó minden tudott történni. Sokkal gyorsabban peregnek ma az instrukció. Mert tényleg a hangmérnök megnyom egy gombot, és már ott vagyunk, és indul újra a felvétel, és ehhez mérten szerintem a rendezőknek az instrukció is felgyorsultak. Persze nyilvánvalóan attól függ ez, hogy mit csinálunk, hangalámondás, DVD-t vagy mozifilmet, mozifilmnél több idő áll rendelkezésre, és ott van idő kifejteni ezeket a gondolatokat. Általában a többinél kompaktabbak talán a rendezők, de ezt nem tudom pontosan megmondani, mivel én nem vagyok gyerek, tehát nem tudom, hogy velük hogy kommunikálnak. Akkoriban volt idő ezeket az instrukciókat kifejteni, elmondani. Nem emlékszem konkrétan arra, hogy velünk gyerekként akartak volna beszélni. Tehát, hogy eléggé felnőttként kezeltek minket is, eléggé érthetően, tehát nem ügyögtek nekünk. Vannak bizonyos dolgok, amelyekben úgy érzem, hogy nagyobb a felelősség, ha az ember gyerekekkel dolgozik, mert egy picit felelős azért, hogy használja az a gyerek a nyelvet, hogy tudja kifejezni magát, ami egy felnőtt színésznél hát adódik, hogy nyilván ő tudja magától. És abban a szempontból is egy kicsit felelősségteljesebb, hogy milyen irányba viszem. Tehát, hogy instruálom, hogy... mert amit egy felnőtt színésszel általában meg tudok vitatni, vagy megbeszéljük együtt, és akkor kialakul jó esetben egy konszenzus, hogy mi is legyen a végeredmény. Hát ugye az a gyerek az sokkal inkább rám van utalva. De ami fantasztikus a gyerekekkel való munkában az, hogy nagyon sokszor fantasztikusan meg tudják letni az embert. Tehát nekem nagyon sokszor volt olyan tapasztalatom, például most eszembe jutott egy Alejandro Iñárritu film, a Beautiful, nem tudom azt mennyien láttátok, ez egy borzasztó, végtelenül szomorú, de borzasztóan szép film, és abban volt két gyerek szereplője van a filmnek, és vannak nagyon kemény jelentek benne. Ugye kiderül az apáról, hogy súlyos beteg, és ezt
egy bizonyos, nem mondom el most, hát ha megnézitek, egy jelenetben ez a kislány elé tárul, aki 13 éves. És hát nyilván egy ilyen film előtt, én egyébként is minden esetben, mikor gyerekekkel dolgozom, de egyébként a felnőttekkel is elmondom a filmnek a tartalmát, elmondom, hogy azokat a részeket, amik azt az illető színészt érintik, tehát hogy tudja, mi történt előtte, utána, tehát nem úgy lököm be a stúdióba, hogy 36-os tekert mondjad. És leültem beszélgetni a kisfiúval is, meg a kislányon, és a kislány egyébként 12-13 éves volt akkor, mert úgy gondoltam, hogy nagyon kemény jelentek vannak benne, amik nekem felnőttként is nagyon megrázóak voltak. És döbbenetes volt, hogy megbeszéltük, és mikor odaértünk azokhoz a jelentekhez, én éreztem, hogy szinte nem is tudok beszólni a beszélőn a gyereknek, mert éreztem, hogy mindjárt elkezdek sírni, már gombóc volt a torkom, és ő pedig olyan, egyrészt iszonyatosan tehetséges kislány volt, és annyira felismerte rögtön a szituációt, és annyira érezte, hogy hogy kell megszólalnia, hogy ott mit kell eljátszania, hogy szinte nem tudtam megszólalni. Nem csak a saját meghatottságomtól, hanem azon voltam meghatódva, hogy úristen, neki ez ilyen természetes, amin én szorongtam előző este otthon, hogy én hogy fogom neki elmondani, és hogy fog tudni ezt megcsinálni. Tehát nagyon sok ilyen szituációban, amikor egy gyerek sokkal könnyebben átlendül valami, sokkal természetesebben megcsinálja, és nagyon-nagyon ráérez. Meg kell figyelni, mit csinál a Vászlón a kolléga. Ez a Fülesnek hála, ez kimaradt ez a folyamat, és meg a Szappan operáknak hála. Nekem csak egyben volt szerencsétlenség részt venni a Jágóba. nem figyeljük meg, hogy mit csinál, elkezdünk gyorsan dolgozni, és a Irány a pénztár című folyamat nem igazán jó az a történet. Említette az előbb valamit, hogy szóvégek meg ilyesmi. Szóval ez is egy olyan dolog, ami kezd tisztelet a kivételnek egyébként, kezd kimaradni a mostani szinkronokból, a beszéd tisztasága, a szóvégek, a magyarság, a magyar hanglejtés, stb. Átveszük ezeket a külföldi történeteket. Mert ugye a Fülesből jön, hogy a Fülesből jön az információ, és amikor az ember elsőre egyszerre kell, hogy földolgozza azt, hogy jön, hogy hol kezdek, hallok egy ritmust, hallok egy beszédtempót, közben előttem van a szöveg, amit nem láttam, tehát blattolok, akkor nagyon kevés az ember, van olyan ember egyébként, tehát mondjuk a Kocsis Marit tudnám mondani, aki 6 mondattal előre olvas már, és közben csinálja, amit kell. De kevés az ilyen ember, és ebből születnek azok a generikus hangsúlyok, azok az 1.0-as hangsúlyok, azok az éneklések. Azért énekelnek, azért lehet ezt hallani ilyen általános szinkronban, mert az ember elindul egy hangsúlya, aztán mint a székelye, amikor faragja ezért a fogpiszkáló ellen. Na, ez ugyanígy indul, hogy elindulunk egy hangsúllyal, és aztán ugye a mondat közepén az ember észrevesz, hogy ott alul van egy kérdője, akkor ezt úgy elindítja, és akkor van valamilyen lehetetlen íve. Na most a rossz az, amikor el nem mondják azt, hogy na, álljunk meg, ez jó hangzott, de ez nem az a megoldás, amit szeretnénk. És nagyon sokszor ez történik, pontosan valóban a Füles visz minket félre az első megoldásnál. A Füles nagyon sokat segít akkor, hogyha egyszer egy próbát megnéztünk már, mert akkor abban segít, hogy hol kell mondanunk és mi történik. De anélkül, miután az nincs konszenzus, hogy egy szövegnek hogy kellene kinéznie, hogy mekkorák a szünetek, mit jelöl a kiállás, stb. Ezek után az ember kénytelen arra hagyatkozni, hogy látok valamit, aztán mondom, aztán jön valami, és van, aki ezt jobban, könnyebben tudja, gyorsabban tudja feldolgozni, és van, aki nem. Igen, én pont ezt akartam mondani, hogy amit a Kata mondta, hogy hallgassa meg az első próbán, hogy ott ő nem azért kéri, hogy egy az egyben ugyanazt a hangsúlyt hallja, hiszen az angol nyelvben sokszor teljesen máshogy hangzik el a mondat, hanem a játék mienségét kell ugye megfigyelnie. És hogyha ez kimarad ez a rész, és csak a Fülesre támaszkodsz, akkor automatikusan elvihet az ő, most felfele kanyarítja, akkor én is elkezdem felfele kanyarítani lefele, akkor én is megyek a lefele, és lesz egy teljesen magyartalan hangsúly belőle. Tehát, hogy nagyon nehéz embernek megtartani a magyar nyelv sajátosságait, hogyha közben... Igen, a próbának egyébként több funkciója van. Tehát ez az első körben, amikor meghallgatja a színész, és nem mondja az eredeti hanggal, hanem csak hallgatja, az ugye a színész számára egy próba. Amikor csinálunk egy második próbát, amikor ő már rámondja, a számunkra egy próba, tehát a számomra azért, mert akkor hallom, hogy ő neki mi az elképzelése, és akkor ehhez képest tudom jóvá hagyni, vagy mondok neki egy ellentétes instrukciót, vagy hogy mit szeretnék máshogy, illetve a hangmérnöknek is egy próba, mert tudja, hogy mi fog kijönni a színészből, tehát hogyan kell a potméterekkel rákészülnie.
Tehát ez a próba, ez nem egy hülyeség, tehát nem egy ilyen ördögtől való dolog. Ez a próba a stábnak is kell. És nem azért, mert én nem láttam, hát mire a színész oda kerül a mikrofonhoz, én már legalább kétszer láttam a filmet, tehát valószínűleg értem, meg tudom. De egyébként ez is érdekes, hogy, bárhányszor az ember megnézi, átvitja a szöveget, mindig van olyan dolog, szinte mindig van olyan dolog a forgatás, hogy úristen, tényleg. Tehát amire akkor jön rá az ember. Tehát, hogy nem rossz dolog többször megnézni egy filmet a forgatás előtt. Ha lehetne megint színészvetítést csinálni, ami régen volt, ma már egyáltalán nem divat, már csak a titkosítások miatt sem, mert én most például most szerencsém van, és csinálok egy mozit, és megkaptam azt a lehetőséget, hogy előtte megnézhessem a filmet. És így tulajdonképpen kaptam már egy komplett próbát a két órás filmben, láttam a filmet, tudom, hogy honnan, hova megy, tudom, hogy melyik jelenetben mi fog történni, így sokkal könnyebb rekonstruálnom dolgokat. Mert pontosan azért, mert már sokat szor folyik át rajtam, amikor megnézem az első és a második próbát. És ez nagyon sokat segít. És én nagyon sajnálom egyébként azt, hogy az a része maradt ki, én annak a híve vagyok, egyébként, hogy az ember, tudom, hogy a hangmérnöknek is kell a próba, de ha már, akkor némán próbáljon, mert legfontosabb része ennek a dolognak, hogy a szinkronban nem újat alkotunk, hanem reprodukálunk valamit, rekreálunk valamit. Éppen ezért úgy érzem, hogy az lenne a legfontosabb, hogy az ember megfigyelje, hogy pontosan mi történik a vásznon, és azt próbálja visszaadni bizonyos magyar eszközökkel, de alapvetően azokat az érzelmeket és azokat a pillanatokat próbálja rekreálni.